Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Tanuljunk Együtt típusú webináriumon, amelynek során a Quizis nevű igen népszerű quiz készítőt fogjuk megismerni lépésről lépésre. Legalábbis a legfontosabb funkciókat fogjuk közösen áttekinteni, azt tanácsolom, hogy mindenki a saját eszközén, számítógépén kövesse velem együtt a lépéseket, és akkor lehet, hogy együtt tudunk haladni. Az első lépésként szeretném elmondani, hogy a Quizzes, mint oly sok hasonló alkalmazás rétezik ugye webes elérésű formában a quizzes.com-on, valamint tabletre és mobiltelefonra is van alkalmazás, applikáció. Érdemes telepíteni, ha valakinél van kéznél telefon vagy tablet, érdemes telepíteni, mert meg lehet nézni, hogy hogy működik ez, hiszen a diákok valószínűleg ilyen eszközön fognak majd játszani vagy részt venni. Természetesen a diákok is használják a számítógépeket a visszajelzéshez. az első lépés az lenne, hogy a quizis.com-on regisztráljon mindenki. Ugye a quizis.com címet a chatbe is beteszem, hogy könnyebben lehessen kattintani. Érdemes már valamilyen előre meglevő azonosítással dolgozni, például Google-al vagy Microsoft-tal, és az fontos, hogy ott a bejelentkezéskor be kell pipálni az első hozzájárulást, mert akkor engedi tovább az embert, de ha nem történik meg, akkor pirossal jelzi ezt a kvizit, hogy azt be kell jelölni. A másodikat nem kötelező. És utána fel fog tevődni a kérdés, hogy tanárok vagy pedig ö, diákok ö, vagyunk, és ö, ö, akkor ö, hát, ö, nem nagy meglepetés, javaslom, hogy válasszuk azt, hogy tanárok vagyunk. Ez nagyon hasznos lesz, és ha ezen túl lépünk, akkor fogunk majd együtt haladni. Addig, amíg ez a kis folyamat megtörténik, addig szeretném mondani, hogy a, a Quizzes egy ingyenesen használható, és elég felhasználóbarát alkalmazás, amely magyarul sajnos nem tud, de néhány nyelv beállítható, a magyar sajnos nincs közöttük. Azt hiszem, hogy hogy talán lengyelül, indonézül működik, de, de, a magyar még nincsen közte. De szerencsére nagyon egyszerű a használata, és nem kell nagyon sok, sok mindent tudni ahhoz angolul, hogy értsük a működését. Ugye néhány szó, ami itt lényeges lehet. És akkor kezdőként talán érdemes lenne egy közös kvízt megnézni, tehát most egyelőre mindenki diákként fog játszani velem egyet, és előkészítettem egy kvízt, amit közösen ki fogunk próbálni, azért, hogy lássa mindenki, hogy milyen diák oldalról ez, bár lehet, hogy vannak, akik már ezt kipróbálták, de nem lesz olyan hosszú, és ehhez ajánlom, hogy ha, ha van kéznél telefon vagy tablet, akkor arról indítsátok majd el a csatlakozást a kvízhez, ha pedig a gépről, az sem probléma. Most szeretném elmondani, hogy a kviziznél is működik az, hogy a diákoknak nem kell regisztrált kviziz felhasználónak lenniük feltétlenül, ahhoz, hogy részt vegyenek a kvizben. Olyan megoldás is van, de ezt majd később fogjuk megbeszélni, amikor az osztályok, csoportok kezelését fogjuk látni. Egyelőre tehát arról van szó, hogy itt az én általam megosztott képernyő is látszik, meg a nálatok levőn is, hogy valahol látnotok kell egy olyan, egy olyan mezőt, amire azon van írva, Enter kód, ugye, ahol egy valamilyen kódot vár ahhoz, hogy, hogy elindulhasson a játék. Tehát Mind tableten, mind mobilon, mind számítógépen valahol egy ilyen kód beírására vár ahhoz, hogy elinduljon a, a kvíz, és ez így működik akkor, amikor a gyerekekkel dolgozunk. De először mutatom, hogy hogyan indul ez nálam. Ugye nekem van egy, egy pár kvízem, ez, itt baloldalon van a menüje a kvíziznek, itt van egy nagy, Lila Create gomb, azzal kell új készíteni, de én ezt most nem fogom még megtenni, hanem a alatt a kettővel a My Library, tehát az én könyvtáram című uh, helyen, viszont uh, van egy Hol járunk Erdély című uh, vízem, és ezt fogjuk megnézni. Én itt most, mint látszik, digitális témahét uh, néven vagyok benne, és ezt uh, ilyen néven hoztam létre, vagy alakítottam át ezt a kvízt uh, a mai alkalomra. A kijelzőmön uh, látható, hogy van szintén két lila, szintén ugyanilyen színű uh, gomb. Az egyikre az van írva, hogy Start a Life Quiz, tehát indítsunk el egy élő kvízt. A jobb oldali pedig arra vonatkozik, hogy házi feladatnak adjunk egy kvízt. Ugye ez jó dolog, főleg most az online oktatás idején. De most nem erről van szó, hiszen most együtt fogunk játszani. Akár élőben vagyunk az iskolában majd egyszer a gyerekekkel, akár pedig online vagyunk, akár melyik verzió is van, a Start Like Quiz, tehát ezt a baloldali gombot indítom el. Az egyik a klasszikus megoldás, amikor mindenki a saját ütemében halad. A másik pedig az, amikor a tanár léptet. Ez hasonló ahhoz, ahogyan a kahut működik például, ahol a tanár lépteti, vagy a szókratívnél is van ilyen megoldás. No, én ezt a mindenki saját ütemében halad típust választom, és látni fogjuk, hogy hat kérdés van, különböző típusúak. Lehet csapatmunkát is választani, de az online oktatásban ez kevésbé érdekes. A klasszikust választom tehát. Hozzá lehet rendelni osztályhoz, ezt még most nem teszem meg, de majd később igen. És van egy nagyon fontos beállítás, erre érdemes figyelni hogy itt van egy ilyen, hogy name factory, vagyis azt jelenti, hogy névgyár, hogyha én ezt bekapcsolom, már pedig bekapcsolom, akkor két dolog történik. Az egyik az, hogy a belépő játékosok már nem a saját választott nevükön lesznek bent, tehát nem fogom tudni biztosan, hogy az adott választ Petőfi Sándor vagy Arany János adta, tehát ez... Ez, ha valakinél számít, akkor erre figyeljünk oda. A másik, hogy akkor így nem adhatnak, hogy úgy mondjam, nem megfelelő neveket maguknak a diákok. Hát persze, ha adnak, akkor is egy kattintás, és kérhet, idézőjelben kérhetjük őket, hogy változtassák ezt meg. Egyébként, hogyha ők írják be a nevüket, akkor is írhat. ...nak olyan nevet, ami ugye nem teljesen valós, tehát akkor sem biztosan tudjuk, hogy ki az, aki ott kattintott. Én azt a Name factory nagyon szeretem, jó pufa nevek vannak, és Kevésbé látszik a diákok neve, és a játék közben ez egy kicsit, hogy mondjuk, kellemesebb érzést ad azoknak a diákoknak is, akik úgy érzik, hogy egy kicsit lemaradtak. Majd fogjuk látni, hogy itt a lemaradók nem annyira vannak lemaradva, mint sokszor esetleg gondoljuk. No, itt még különböző beállítások lehetnek, de én ezzel most nem foglalkozom, nem is szükséges, és a végén azt mondom, hogy akkor menjen a játék. Ekkor átváltozik a képernyő egy ilyen kellemes színezetre, és íme a kód, amire mindenki várt. Tehát a 204-200-as kódot kell beírni, ha mobilon vagyunk, ha tableten vagyunk, ha számítógépen vagyunk, vagy pedig, hogyha egyik sem kényelmes, akkor itt látjátok a képernyőmön, hogy nagyon kulturáltan a kvizis képes Google tanterembe, Teams-be, még Canvas-be és schoology is megosztani minket, illetve én kértem tőle egy közvetlen URL-t, amit beteszek a chatbe is, tehát a chatben is megtaláljátok, nem túl bonyolult. De még, még ha ezen kívül keresünk megoldást, akkor ki is van írva, hogy a webesen a joinmyquiz.com linkre kell menni, és a 204-200-as kódot beütni. Ez akkor is működik mobilon, vagy tableten, hogyha nincs telepítve az alkalmazás. Tehát, ha valaki újonnan kezdi a diákok közül, de hosszabb távon érdemes ezt az apot föltenni, mert egyszerűen kényelmesebbé teszi a munkát. Közben látható a képernyőn, hogy érkeznek itt a, a kollégák, a résztvevők, mindenkinek van valami, Érdekes furcsa neve általában növényekből képzett neveket használ a quiziz, és látszik, hogy 63 játékos van. Várok türelmesen, hiszen több mint százan vagyunk a mai webináriumon, tehát nyugodtan lehet még csatlakozni. Ugye, ha a diákokkal dolgozunk, akkor közben természetesen jobban tudjuk, hogy akkor ki lépett be, és ki nem, és aki nem, azt tudjuk bíztatni, vagy segíteni neki, hogyha valami elakadás van. Most ebben az esetben nehezebb, hogy ilyen létszámnál hogyan megy. No, tehát akkor még azt szeretném mutatni, hogyha valamelyik részt szeretnénk kiküldeni valamiért, most ebben ez csak egy példa akar lenni, akkor ugye fölé megyek, és látszik, hogy egy kattintás, ezt most nem szeretném megtenni. Elindítom a játékot, és most az fog történni, hogy visszaszámol, és mindenki a saját eszközén tudja követni az eseményeket. Itt is van egy uh, uh, aláfestő zene, de én uh, uh, nem, nem állítottam be magamnak az aláfestő zenét tulajdonképpen. Maximum száz fő csatlakozhat egyébként, ha jól emlékszem, és de már most többen vagyunk, úgyhogy még ez sem igaz, tehát többen, többen lehetünk, mint százan. Mondjuk remélem, hogy senkinek nincs olyan osztálya, ahol száz gyerek van, mert az nem olyan könnyű munka. És ugye előnyös, hogy mindenki a saját eszközén látja a kérdést is, és a válasz lehetőségeket is, tehát nem kell az, hogy a tanár ugye kivetítse és közvetítse a dolgokat. Hasonl ha összehasonlításban mondjuk a, a másik nagyon népszerű is ismert eszközel a kahuttal, illetve, ami most nálam ki van vetítve, az ugye mindig szoktam mondani, hogy megfontolandó, hogy akarjuk -e ezt mutatni a gyerekeknek. Én most itt mutatom, tehát látszik, hogy, hogy hogy áll a sorrend, kinek hány pontja van. Ugye a pontszámot itt is a program adja. A hat kérdésből egy olyan, van, ami nem jár ponttal, tehát ilyen szavazós típusú, ilyen kérdés. És hát látjuk, hogy jelenleg Hikori Higgins de mire kimondtam, már Görking Granger vezeti a toplistát. tehát nagyon sokat változik általában. Mert uh, ugye a, a nem azonos időben kezdték el a játékosok, ugye a, a játékot, és ezért bebefutnak még versenyzők. A lényeg az, hogy miközben megy a játék, a tanár már akkor is kap jelzést, tehát látom, hogy jelenleg 68 os pontossággal megy a munka, tehát 68-69 százalék már a helyes válaszok aránya, sőt most már 70. Ugye ez, ez egy nagyon lényeges információ a tanár számára, hiszen ez egy olyan információ, amely abban segít, hogy tudjuk, hogy mondjuk nehez nehéz, nehéz kérdést adtunk vagy könnyű kérdést adtunk vagy mi a helyzet a, a, a adott feladatokkal, és nagyon fontos, hogy hogy mi miközben megy a játék, érdemes figyelmeztetni a gyerekeket arra, hogy, hogy igyekezzenek meggondolni a válaszokat, ne tippeljenek, ne próba szerencse alapon dolgozzanak, mert, mert hát annak több értelme van, hogyha, hogyha dolgoznak egy kicsit rajta növekedett a helyes válaszok száma. Természetesen feltevődik a kérdés, hogy és mi van akkor, hogyha a gyerekek kiguglizzák a választ. Hát az előfordulhat még akár most is, hiszen még várunk arra, hogy mindenki végezzen, a megoldás ilyenkor az, hogy ugye egyrészt tudjuk változtatni az egy kérdésre adott időt, tehát hogy hány másodperc alatt lehet megoldani egy, válaszolni egy kérdésre. A másik pedig az, hogy olyan kérdést kell megfogalmazni, amit nem lehet könnyen kiguglizni természetesen, és akkor izgalmasabb lesz, és talán még a fejlesztő hatása is sokkal jelentősebb. No, hát én most lezárom a játékot, tehát látszik, hogy 92 játékos végzett, és jelenleg Pineapple Poirot az első helyezet, 5890, de már Parsley Poppins meg is előzte 5900-zal, tehát 97-nél vagyunk. No, az időre való tekintettel én most ezt leállítom, de végig is tud menni, tehát akkor is jelez a program, hogyha ez befejeződött. És akkor én most befejeztem a játékot, most az én képernyőmön láthatjátok a végeredményt. Tehát itt vannak a, a, a legjobbak, természetesen meg lehet őket dicsérni, de ne felejtsük el azt, hogy, hogy bizony a, a, azok a gyerekek, akik nem az első háromban szerepeltek, ők is nagyon ügyesek voltak, és meg fogjátok látni, hogy mire alapozom ezt. Tehát nagyon lényeges, hogy ne legyen az a nagyon versengő helyzet, hogy csak az számít, hogy ki az első, esetleg a második és a harmadik, mert itt másodpercekről, vagy azoknak a töredékéről van szó, tehát egyáltalán nem biztos, hogy, hogy itt érdemes ezt a különbséget megtenni. Látjuk majd, hogy miért. Ugye végül 73%-os lett a sikerünk. A legnehezebb kérdés az volt, hogy hogyan kezdődik a versor, és ez volt a leghosszabb kérdés is. És, és egy érdekesség, hogy az átlagos válaszadási idő 39 másodperc volt itt látjuk a végeredményt, ugye most látjuk, hogy miért jó, hogy mindenkinek ilyen gyári neve van, ugye, mert most így még nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és ennek én most örülök, de nézzük csak meg, hogy miért mondtam azt, hogy mindenki ügyes. Nézzük meg, az első 15-öt látjuk, mindenki 100%-os. Tehát az első 15 100%-os lett, de az idő miatt mégis ugye van első helyzet és második, és így tovább. Tehát hangsúlyozzuk ki a gyerekeknél, hogy ez ugye egy játék, és ebben a játékban az idő is számított, de a tudás szempontjából nincsen különbség. Nézzük tovább, tehát egészen a 23-ig végig 100% eredmény született, és utána aztán valahogy csökkennek a, a, a pontszámok, de még a 41-nél is 83 százalék van. És e, itt e, van egy letöltési lehetőség, tehát e, le is tölthetem az eredményeket Excelben, ezt most nem fogom megtenni, e, viszont e, kilépve ebből jelzem, hogy minden egyes játéknak az eredménye az itt a bal oldalon, a reportoknál megmarad. Tehát ugye itt uh, vagyok én most belépve, és van itt egy ilyen, hogy reports, és ugye ide kattintok, akkor itt megjelenik, hogy ez mikor történt, és uh, 12 perccel ezelőtt uh, fejeztük be, 117-en vettek benne részt, és így tovább. Hogyha szeretném, akkor még ezt gyakorlásnak ki tudnám adni ezzel a gombal itt ö, diákoknak, esetleg a résztvevőknek, hogy na, akkor mi lenne, ha még egyszer megpróbálnátok? Ezt most nem fogom megtenni, de ennek lehet értelme. Na most, a, a, azok, akik számítógépen játszottak velem, azoknak a képernyőjén, Valamilyen ilyesmi látvány van, ilyen fehér háttérű, hátterű látvány. Ez a kviziznek, hogy úgy mondjam, a diák képernyője. Ha valaki diákként regisztrál, akkor neki csak ez a képernyője van. Ha valaki tanárként regisztrál, akkor van ez is neki, tehát olykor lehető diák, mint mosti, és lehet tanár is. És a jobb felső sarokban itt van egy instructor, Dashboard nevű gomb. Itt egy ilyen emberken néz egy táblát, és ott, ha arra rákattintok, akkor visszatérek a tanári képernyőre, ami egy kicsit dúsabb, hogy úgy mondjam, több dolog van rajta. No, akkor én azt mondom, hogy kezdjük azzal, hogy Rendben van, tanárok vagyunk, hogyan jutunk kvízhez, hogy lesz nekünk mivel játszani, vagy mivel tanítani. Úgyhogy az első lépés az, hogy nézzük meg, hogy hogyan kell kvízt keresni. Szerencsére a kvíziszt elég sokan használják magyar nyelven, úgyhogy van bőven magyar nyelvű kvíz, de nem baj, hogyha több lesz ez a jövőben. A bal oldalon tehát van a menü, erről beszéltünk itt korábban, ugye itt van ez a create, ez a nagy lila gomb, ez ugye azt szolgálja, hogy, hogy ezzel indítjuk el, ha nulláról akarunk esetleg valamit létrehozni. Aztán alatta van az Explore, alatta a My Library. A My Library-t láttuk az előbb, ott kerestem ki a már meglevő dolgaimat. És alatta van a reports, amit mutattam, itt vannak a jelentések, tehát a már lejátszott kvízekről az összefoglaló jelentések. De maradnék itt a szintén lilával kiemelt Explore feliratnál, ez a kereső, erre rákattintunk, és az a helyzet, hogy a quizzes abban a hmm. tudatban van, hogy ha itt most be fogunk írni a keresőbe egy szót, már pedig befogunk, ugye itt ez a, ez a nagy kereső csík, ide be fogok írni valamit magyarul, próbáljuk ki, jó, tehát be fogom írni azt, hogy hogy Petőfi. Petőfi. És akkor egy érdekes dologra legyünk figyelmesek. Hát az egyik az, hogy itt rögtön a tetején ki van írva angolul az, hogy Hungarian filter applied. az azt jelenti, hogy ő rájött, hogy ez magyarul van. És ezért van olyan kedves, hogy csak magyar nyelvű ö, ilyen kvízeket fog ajánlani nekem. Ö, meg magyar nyelvű tartalmakat. Ugyanis nem csak vízek vannak, de erre mindjárt kitérünk. Na most, jó, jó vicc, hát Petőfi az magyarul van, de ha azt írtam volna be, hogy történelem, akkor azt is érzékelni fogja. Természetes, hogyha valami nemzetközi szót írunk be, akkor már ez már nem ilyen egyszerű. Tehát azt írtam volna, hogy Einstein, akkor, akkor ez már nem egyértelmű. No, lássuk, mit találtunk. Hát látjuk, hogy 646 quiz Ben szerepel valamilyen módon Petőfi, amelyik kvízre rákattintok, jobb oldalon hoppá, mutatja a víz magát. Én rá is kattintottam, tehát itt bele is tudok menni, és meg tudom nézni, hogy, hogy itt a Petőfi Sándor nevű kvíz, amit rá kattintottam, ez ugye egy 195-ször lejátszott kvíz, amelyben egyébként itt látszik, hogy 20 kérdés van, és 9-től 12 osztályosoknak szánta a szerző, aki itt le van írva, látszik, hogy kicsoda. És ha ez a kvíz nekem tetszik, akkor ugye három dolgot is csinálhatok vele. Nézzük meg, mi az a három. Ugye a tetején van egy ilyen fejléce minden kvíznek, itt a két lila gomb fölött, és ezzel fogok most foglalkozni. Ugye az a kvíznek a ne vagy Petőfi Sándor. A jobb felső sarokban van ö, egy ö, ilyen felkiáltójel, ha valami gondunk van a kvízzel, azt lehet jelenteni. A másik, a copy and edit, az azt jelenti, és ez alul is megvan nagy gomban, hogy másolás és szerkesztés. Ezt akkor használjuk, hogyha ezt a kvízt én szeretném magamnak el, elmenteni, és, és hozzá szeretnék tenni, vagy törölni, vagy módosítani szeretnék a kvízen. Ekkor már a kvíz az én nevem alatt lesz. Tehát ezt tudni kell, hogyha beadunk a közösbe, közösbe egy kvízt, akkor... Nem örökli tovább a, a, hogy mondjam, a szerzőségünket, hogyha ö, nem ö, tartják meg egy az egybe. Tehát ha nem mentik, hanem másolják és szerkesztik. Tehát a copy and edit azt jelenti, hogy másolás szerkesztés, akkor egy saját változat keletkezik a mi könyvtárunkban. Ezt most még nem csinálom. A share mellette az azt jelenti, hogy megoszthatom ezt más tanárokkal. Tehát ez nem a játék indítása. Ez azt jelenti, hogy egy kollégámmal együtt akarjuk ezt mondjuk megnézni, használni, akkor vagy később majd szerkeszteni, akkor ezt a share megosztás gombot használom. Ha végül csak így, ahogy van, hogy ne felejtsem el, és legyen meg nekem, ezt a szép gombot lehet használni, ami azt jelenti, hogy mentés. Ezt mindjárt meg is bökjük ezt a gombot, de itt van mellette még egy szívecske, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kvíz, és nem tudom, jelezni akarunk a szerzőnek, például én ezt most megteszem, akkor egy ilyen szívecskét ö, ö, nyomunk, és akkor az a szerzőnek is, meg másoknak is, akik rátalálnak, egy visszajelzést jelent. A szép gombot megnyomva megjelenik egy ablak. Nektek vál, vérhetően, mivel még nem régen lehet, hogy nem régen regisztráltatok, meg felteszi azt a kérdést, hogy akarsz-e egy kollekciót létrehozni, tehát szeretnél-e egy olyan mappát létrehozni, amiben ez majd eltárolódik. Látjátok, hogy nálam már van három ilyen mappa, de én is létre kell hozzak egy újat, mert olyan, hogy irodalom olyan nincs, úgyhogy beírom szépen azt, hogy irodalom, és ti pedig, hogyha nincs még mappátok, akkor ti is beírjátok azt, hogy irodalom, és a Create gombot megnyomva ez a quiz be is kerül az irodalom nevű, nevű mappába. Ha elkezdjük a kvizist használni, akkor kelleni fognak a mappák, ez az igazság. Ez, ez nagyon hasznos funkció, nem minden hasonló alkalmazás adja ingyen a mappákat, úgyhogy ezt érdemes megbecsülni. No, akkor nézzük meg, hogy a Dán gombbal mi történt. Jelzi is kék színnel, hogy ó, hát ez a quiz már el van mentve. Az előbb látott módon, Ugye itt van a két nagy lila gomb, a Start a Life Quiz, vagy a Sign Homework. Ugye a baloldali azt jelenti, hogy most azonnal játszunk ezzel. Ugye természetesen tanárként azt ajánlom, hogy mielőtt játszunk vele, nézzük át, hogy az megfelelő-e, hibátlan -e a gyerekeink tudásszintjéhez, vagy a tanultakhoz illeszkedik pedagógiai céljainknak megfelel. Ha igen, akkor játszunk. Az a sign homework pedig ugyanaz, játszhatunk vele, vagy játszhatnak vele a gyerekek, de egyénileg, mint egy házi feladat képen. Tehát ilyen az, amikor keressünk vízt, próbáljuk ki még egyszer, tehát az explore-ra kell kattintani, és ide a keresőbe a nagy keresőbe beírja az ember, amit szeretne találni, tehát mondjuk beírok valami egészen mást, beírom azt, hogy kémia. Ugye ez elég tág, de természetesen, hogyha bele megyünk részletekbe, akkor, akkor lehet mást is írni, tehát nem tudom, szénhidrogének vagy ilyesmi. Most, hogy a Vörösmarty Mihály és a szózat hogy került ide, hát az érdekes dolog, de most nem járok utána. De minden esetre itt van például, ha az egérrel fölé megyek, akkor itt van az izotópról egy kvíz. Látszik, hogy négy éves már, is 24-szer játszották, de van, amit csak valamit nullászor játszottak, szóval Azért nézzük meg, hogy mennyiszer volt ez kipróbálva. Sokat elmond tulajdonképpen, és azok a az igényes kvízek, ahol képek is vannak. Na most, aki szemfülesebb, az láthatta, hogy nem csak kvízek vannak, hanem úgy, nem csak itt a felirat a kvíz, hanem van, hogy az van odaírva vagy lesson, a Lesson az olyan, mint egy prezentáció. Itt látszik is, kiválasztottam a számítások nevű ilyen leckét, tehát az, ez azt jelenti, és uh, itt jobb oldalon látszik is, hogy tulajdonképpen itt diák vannak, uh, mégpedig 20 darab, és ha így megyek lejjebb, itt ilyen feladatok vannak, meg megoldások, meg. Uh, tehát olyan, mint egy, mint egy prezentáció. Tehát a kvizist lehet így is használni, de igazából ez a prezentációs része a kviziznek, amit lesson hívnak, tehát leckének, úgy igazi, hogyha a prezentációs diák közé azért kviz kérdéseket teszünk, mert a kviz adja a kviziz lényegét. Ezúttal ebben a leckében ezt nem látjuk, tehát éppen ezért ezt nem mentem el magamnak, mert igazából az a jó megoldás, ahol kombináljuk a, a interakciót a diákkal. Ilyen funkciója egyébként a mentiméternek is van, csak ott ugye ingyenesen csak három lapot lehet rét, létrehozni. Még valami, itt a Vörösmarty Mihálynál láttunk egy olyan feliratot, hogy szuper, ez a... Premium funkció, tehát ez a, a, a prémium változat, fizetős változata a, a kvizisznek, tehát aki ezt készítette, annak ilyen funkció, tehát ilyen előfizetése van, és akkor ő több mindent tud létrehozni. De majd fogjuk látni, hogy ingyenes verzióban is nagyon szépen elboldogulhatunk. Itt fölül látszik, hogy a 394 találat között kiválaszthatjuk csak a kvízeket és csak a leszönöket is, tehát csak ezeket a prezentációkat. Itt van egy ilyen, hogy kémiai reakciók, ezen is átfutok, és látszik, hogy itt van közte ugye egy dia, de utána van egy kérdés, hogy jelölt be a kémiai reakciókat, például a tojás rántott a főzése, ami talán inkább sütése, de semmi baj, és itt vannak mindenféle endoterm és exoterm folyamatok. Szóval látni való, hogy elég sok minden van, hát, ha kémia is van, akkor gondolom elég sok minden megtalálható a kvízizben. Persze nekem ez jó, mert én kémia, fizika szokos vagyok, és ez tetszik. De a mai napra nem egy kémiai témával jöttem, ugyanis most pedig megnézzük, hogy kell kvízt készíteni. Tehát néhány perc múlva mindenkinek lesz egy saját kvíze. A kvíz témája egy irodalmi, irodalmi téma lesz, itt a keresésnél azonban felmerülhet egy kérdés, hogy mi van, ha angol tanár vagyok, és nem akarom, hogy Hungarian filtert alkalmazzon, akkor rá kell kattintani erre a Hungarian Filter Applied, és akkor megjelenik ez a menü, amit most látunk, és itt beállíthatjuk kézzel, hogy milyen nyelvet akarunk, meg beállíthatjuk, hogy milyen korosztály, milyen osztály, milyen tantár, tehát testre lehet ám szabni ezt a keresőt sokkal jobban is. Tehát még egyszer, hogyha nem a hangér filter kell nekem, akkor ezt itt kipipálom, amit itt van. Jó? És akkor visszajövök ide. Tehát a, 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 a téma, amit választottam, az Arany János Családi Kör című verse lesz, úgyis, hogy ne kelljen keresgélni én már ezt kikerestem, és a csetben mindenki megtalálja, erre a versre kicsit szükségünk lesz. Természetesen mindenki ismeri ezt a verset, de azért majd idézünk belőle, hogy az jó, ha kéznél van. No, akkor a híres Create gombot nyomjuk meg, ezt a nagy lila gombot, és akkor el kell döntenünk, hogy mit csinálunk, kvízt vagy leckét, hát legyen az kvíz, kezdjük ezzel. És akkor egy üres kvíz indul, és ugye az alapokat kell megteremtsük, adunk neki egy címet, adunk neki uh, tantárgyat, meg még egyebeket is. Ezt fogjuk most csinálni. Az első kérdés az, hogy hát mi a kvíz címe. Az lesz a kvíznek a címe nagyon meglepő módon, hogy családi kör. Ez lesz a címe. És ha ezt begépeltük, akkor alatta érdemes kijelölni a tantárgyat. Hát ugye a tantárgyak nem a, mondjuk így a kerettanterben szereplő tantárgyakám, hanem angolul vannak különböző tantárgyak, úgyhogy én ebből választok, és itt az Arts Művészetek tantárgyat választom, az nekem most megfelelő lesz, és már nincs más dolgom, mint a Next gombot választani, esetleg, ha több tantárgyat akarunk, akkor itt még alul lehet többet is kérni, vagy egyéb tantárgyat, ha semmiképp nem stimmel, illetve az is lehet, hogy valami több tantárgyhoz is kapcsolódik, hát főleg a projektmunkáról van szó, akkor a multi- és interdisziplinaritás jellemző szokott lenni. Megnyomom a Next gombot, és tulajdonképpen már nagyon jó úton járunk, és közel járunk ahhoz, hogy meglegyen az első kvízünk. Na most a jobb oldalon látjuk alul, hogy kaptunk egy két és fél pontot a quizre a tízből, tehát még azt mondja, hogy hát még dolgunk van vele, és mutatja is alatt, hogy mit kell még megcsinálnunk ahhoz, hogy ez teljes értékű legyen. Hát az első az, hogy a tetején, a jobb felső sarokban ott egy képet kell, egy ilyen fedő képet a, a kvíznek készíteni, úgyhogy az a feladat most, hogy keresünk egy szép képet Arany Jánosról. És ugye beírjuk a google ba hogy Arany János, akkor ez fog látszódni, de a vízeknél is érdemes figyelni a szerzői jogokra. Tehát, hogyha megtehetjük, akkor, és miért ne tehetjük meg, akkor érdemes jogtisztán dolgozni. Tehát én beírtam ide, hogy Arany János, meg megjelöltem, hogy képeket szeretnék, de itt mindenféle oldalakról jönnek mindenféle képek, de itt az eszközöknél, ha megnyomom az eszközök gombot itt fönt a lap tetején, a képektől jobbra a legszélső gomb az, hogy eszközök, akkor alatta fölbukkan négy további lehetőség, és az utolsó a felhasználási jogokat jelenti, és ha én ott kiválasztom az összes helyet, azt, hogy Creative Commons licenszek, akkor már sokkal kevesebb Arany kapcsolatos képem lesz, na de azok viszont legalább úgy néz, úgy, úgy tűnik, hogy jogtiszták lesznek. Ugye maga a Wikipédiában levő Arany János kép, vagy festmény, de hát vannak itt szobrok is, meg az Arany János utca metró megálló is persz. Ezt csak azért mutattam meg, hogy olykor azért erre szükség lehet, hogy így e, e, ilyen képet e, e, keressünk. Ugye osztálytermi esetben nem olyan e, e, nehéz ügy, hogyha az osztályteremben nem nyilvánosan dolgozunk, de ha egy e, nagy közönség számára szánunk e, kvízt e, e, nyilvános eseménynél, akkor erre fontos figyelni. Tehát itt van Arany János a festmény, és akkor ezt már el lehet menteni a számítógépre, ugye, és tegyük is meg, mentse el mindenki ezt a képet, mert ezt fogjuk használni a quizizünknél, itt, ahol az előbb már jártunk. Tehát itt a jobb felső sarokban a kép helyére, a családi kör felirat fölött ide kell kattintani, és az előbb szerzett képet fogjuk használni. Itt tehát a tetején ö, ö, a, ez a fedőkép, vagy cím, címlapkép lesz. Ide kattintunk erre a kis tájra, és ö, megkeressük az előbb elmentett ö, Arany Jánost, nagyon jó. Utána pedig beállítjuk azt, hogy milyen nyelvű a kvízünk, tehát itt lejjebb menve én kikeresem azt a szót, hogy hángérjen. Ebből fogja tudni, hogy milyen nyelvű a kvíz, és amikor a filtert alkalmazza a keresésnél, akkor ez alapján fogja tudni ezt megtenni. Beállítjuk, hogy hány... hány éveseknek, vagy milyen osztálynak ajánljuk ezt a feladatot. Hát én ezt most ötödiktől nyolcadik osztályig állítom be, de ez most lényeges, vagy lényegtelen, ez most nem lényeges tulajdonképpen. És végül a negyedik pont az, hogy ki számára látható ez a kvíz, tehát publikus, mindenki láthatja, vagy pedig privát, és csak én láthatom. Ugye, ha még nincs kész a kvízünk, akkor talán ez a privát megoldás jó lehet. Én ezt a, most a publikust így hagyom, majd úgyis. Hát ez csak egy ilyen tesztváltozat. És megnyomjuk a zöld színű gombot, a szévet, és nézzük csak meg, hogy mindjárt kapunk egy csomó pontot érte. Már és fél pontunk van. Miért? Azért, mert megadtuk, hogy hogy ö, mi a címlapkép, hogy magyarul van, hogy milyen ö, korosztálynak adjuk, ö, és itt van, be van állítva alapértelmezésben minden kérdésre 30 másodperc, de ez nem baj, mert ezen még lehet változtatni. Két fontos dolog. Az egyik az, hogy itt jelzi is nekem, hogy hát most már ahhoz, hogy ezt quiznek nevezhessük, legalább négy kérdést kell hozzáadni, ezt mindjárt megtesszük. De ezen kívül itt ír, itt a felirat mutatja, hogy import questions from a spreadsheet, tehát importálás valamilyen táblázatból. Tehát ha valaki szeret inkább Excelben dolgozni, akkor innen le lehet tölteni egy sablont, ugyanúgy, mint a Kautnál, és abba beírni a kérdéseket és a válaszokat és itt lehet importálni, és akkor beépül. Egy hátránya van, hogy a szerkesztés nem olyan élvezetes, meg nem olyan látványos, meg a látványra kevésbé lehet így figyelni, én ezért nem, nem kedvelem ezt a megoldást, de ha volna több száz kérdésem, akkor lehet másképp gondolkodnék. Na, itt van hat kérdés típus, vagyis hát csak öt és nézzük meg, hogy ezek micsodák, és készítsünk négy kérdést, és akkor meg lesz első kvízünk. Az első, ez a, milyen, nem tudom, bordószerűség, ez a multiple choice, ez azt jelenti, erre rá is kattintunk, hogy ez egy felelet választós kérdés, tehát a válaszok közül egy, egy Helyes válasz van. Én erre a az első kérdésre azt a, azt, a um, azt választom, hogy hogy melyik verset nem Arany János írta. Látjuk, hogy a kérdésben még az az érdekes, hogy hogy hát. uh, látszik, hogy milyen lesz az eredmény. Jobb oldalon látjuk, hogy mit fog látni majd a játékos. A kérdésnél egyébként lehet formázást alkalmazni. Matematika fizika, kémia szempontjából érdekes, hogy indexeket is lehet alkalmazni, és a matematika szempontjából különösen érdekes, hogy talán minden víz készítő höz képest is nagyon bőséges a szimbólum készlete. Tehát integrálás, meg, 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 logaritmus, meg szumma, meg mindenfélék vannak. Úgyhogy itt egy egész komoly egyenlet szerkesztőt kapunk még görög betűkkel megspékelve. Na most, hogyha már itt például megnézzük, hogy mi lenne, hogyha a kérdés tulajdonképpen egy hangfájl lenne, akkor belefutunk abba, hogy bizony, ez már a fizetős funkció, tehát ez az úgynevezett szuper változat, úgyhogy maradjunk itt a szövegnél. És akkor, hát legyen, írjunk be verseket, amelyek közül majd lehet választani, tehát legyen ilyen, hogy családi kör, ugye ez lesz egy lehetőség, akkor uh, válaszunk valami uh, másikat, például azt, hogy arany lapcinak. Jó, akkor választjuk azt, hogy epilógus. is a Velszi bárdok. Nem kötelező négynek lennie, de tulajdonképpen kettőnek igen, kettőből azért kell választani. De így azért így kerek, és bejelöljük, hogy melyiket nem Arany János írta. Egyébként, hogyha akarjuk, akkor itt bővebben is írhatunk, hogy jól figyeld meg a kérdést, tudom, attól függ, hogy mekkorák a gyerekek. Bejelölöm azt, hogy Arany ugye, ezt nem ő írta, és itt alul pedig, hát ilyen érdekességeket már csak szuper üzemmódba lehet hozzáadni, meg, meg téma címkét adni, de az időt beállítani az ingyen van, Úgyhogy én ezt le is veszem, 20 másodpercre az bőven elég, és megnyomom a szép gombot, és mi történik? Már van is egy kérdésünk. <coughs> <coughs> és akkor már megyek is tovább. Tehát uh, alul vannak ezek a színes ikonok, ebből fogunk választani. Uh, mm, ha a versre gondolunk, akkor készítsünk egy olyan kérdést, amiben két helyes válasz is van. Tehát a második a checkbox típusút fogom választani, ez ilyen zöldes, megnyomom, és hát már ismerjük, hogy mi a feladat. Tehát a kérdés a, a családi körhöz kapcsolódik, tehát az lesz, hogy milyen állat, szerepel a versben. Ugye ez már egy olyan kérdés, amit nehezebb googlizni. Tehát, hogy kedves Google, nézd már meg a családi kört, olvasd el, hogy az alábbiak közül melyik állat szerepel és melyik nem. Ugye ez már mindjárt egy érdekesebb történet. Míg a másiknál talán könnyebben boldogul a a boldogul egy szóbeli keresés is. Na hát akkor beírom ide, hogy mik vannak. Legyen az, hogy ló, meg azt, hogy denevér, meg az, hogy kígyó, meg az, hogy disznó. És ugye feladat az, hogy akkor meg kell jelölni persze, hogy melyik a helyes válasz, tehát most kettő helyes válasz is lesz benne, szerepel benne a denevér, és szerepel a kígyó is. Hát mondjuk tűzkígyó, de kígyó. És akkor ez ugye 45 másodpercre van adva, ezt én leveszem 30-ra, nem kell annyi idő, megvagyunk, és ezzel elkészült a második kérdése is a kvízünknek. Nagyon jó, már, már ugye a minimum négyből már kettő megvan, és jöjjen egy másik típusú kérdés. Nem mindegyiket fogjuk kipróbálni, mert hasonlóan működik mindegyik. A következő ez a fill in the blank, ez, ez a lyukas szöveg. Ugye a, példában a zilahos kérdés volt az, amit olyan, ami nehéznek mutatkozott, hogy írt be a hiányzó szót. A következő a poll, ugye, az pedig azt jelenti, hogy ez egy szavazás. Erre, erre, erre szavazok most, ugye, a kék, Ugye ez egy, ez egy olyan kérdés, amire nem kap pontot a gyerek. Tehát azt fogom ide írni, hogy mit gondolsz, mivel tüzesítik a vasalót. Nyilván ja, van vasaló a versben, és akkor odaírom, hogy vagy, és, és és mi legyen az még, amivel lehetne olajjal. Tehát ez most ugye lehetne tesztkérdés, mert ugye végülis tudjuk, hogy szénnel, de, de ez most egy, egy szavazás. Tehát ő szerinte mit gondol? Vagy, vagy az is lehet, hogy, hogy ki miért látott? Ez egy szavazástípus kérdés, nem magyarázom túl, így elég lesz látni, hogy ez hogy néz ki. És akkor végül pedig jöjjön még egy olyan kérdés, amiben a, azt látjuk, hogy, hogy szabadon lehet, lehet beírni egy választ. Tehát ez a Lila Open-Ended az azt jelenti, hogy olyan kérdés, amire ő írja be a választ és ez egy ilyen nyílt végű kérdés, itt megint a családi körre utalva, mit gondolsz, jelent az, hogy madár látta. És akkor, hát ez ugye egy hosszabb dolog, úgyhogy én adok rá két percet. Mentés. Mivel ez egy pörgős típusú kvíz, ezért én ilyen linkekkel külső irányba elirányítását a diákoknak nem tanácsolom. Arra más Megoldások alkalmasabbak, például az Edpuzzle, és itt inkább a, a, a folyamata az érdekes, vagy a NIRPOD is alkalmas ilyen külső elemek meghallgatására, és akkor, vagy megtekintésére, és akkor az, az, az jobban kézre áll. Készen vagyunk, egy dolgot mutatnék meg, hogy mi van akkor, hogyha nincs ötletem. Nézzék csak, nézzétek csak meg, itt fönt van egy ilyen, hogy teleport. Hát ez egy nagyon kulturált funkció. Ide beírom azt, hogy Arany János, és már alig írom be, hogy Arany János, mert ő a családi körre már rákeresett, de az kitörlöm, az most nem kell. Tehát nekem az kell, hogy Arany János. És nézzétek meg, hogy egy mozdulatra ő megkeresi azokat a kvízeket, ahol van szó Arany Jánosról, például itt van ez, és ha valamelyik kérdés nekem tetszik, például az, hogy hol született Arany János, mondjuk, akkor én ezt a kérdést egy plusz jellel, ami itt a jobb felső sarkában van, megnyomom, és ez a kérdés már bent is van, ezt a nyilat jobb felső sarokban megnyomva eltűnik, és íme a ötödik kérdésem egy teleportált kérdést. tehát a teleport azt jelenti, hogy teleportáltam egy másik kvízből ide nekem ezt a jó kis kérdést, és ezzel tulajdonképpen azt gondolom, hogy meg is vagyunk, van egy öt kérdéses kvízünk. Hát nem világcsúcs kvíz, de azért látszik, hogy mit, hogyan kell csinálni. Alul még az uh, lényeges, hogy van ez a slides, ez ugye ettől lesz ilyen dia-szerű része, tehát ez a, ez a ekkor lesson kell, tehát leckévé kell alakítania, alakítaniunk, és akkor lesz ebből ugye dia plusz kérdések. Ugye ezt nem csinálom. Ha megnyomom a publish gombot, és kész vagyunk. Na most. Figyeljünk arra, hogy ez a publikus linkje, ezzel lehet ismerősöknek, te csak ismerősöknek, tanárkollegáknak megosztani, vagy e-maillel meg lehet hívni őket, hogy szerkesszék ők is velünk, de ezt mondjuk így kihagynám ebben a pillanatban. Itt még vissza lehet vonni, hogy ez publikus vagy nem, most ezt nem tetszem. És kész van, itt van a kvíz, már lehet is vele játszani, Start a Life Quiz, meg Assign a Homework, meg amit eddig láttunk, ugye lehet rá szívecskét kapni, elmenteni, stb. Ez most nekem el van mentve értelemszerűen, mert én csináltam, de a Save gomb megnyomásával be tudom tenni a megfelelő mappámba, tehát az irodalom mappába, ugye oda való, tehát ezt ide te betettem, úgyhogy ha a My Library-re kattintok, akkor itt jobb oldalon nagyon kis kultúráltan látszik, hogy melyikbe hány elmentett kvízem van, itt pedig látszik, hogy miket mentettem el eddig. Már csak két dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik az, hogy beszéltünk róla, hogy ugye eddig a gyerekek használatát teljesen anonim módon regisztráció nélkül mutattam. Itt baloldalon van egy Classes menüpont, tehát osztályok. Erre kattintok, itt a riportok alatt van, és látszik, hogy lehet osztályt létrehozni. Akinek össze van kapcsolva a Quizzis azonosítója egy létező Google tanteremmel, az onnan egy mozdulattal be tudja hívni a diákokat, itt van ez a gomb erre a célra. De én most nem ezt fogom csinálni, ezt a Create a Class-t fogom csinálni, és azt a, azt a nevet adom az osztálynak, hogy DTH 2021, és itt lehet szint is adni neki, választok egy ilyen kék színt, és itt be lehet jelölni, hogy kérjük el, hogy a gyerekek adják meg a szüleik e-mail címét, ezt nem fogom kérni, mert ti lesztek a gyerekek. Create class, és meg is van az osztályom, ugye, és most a csetet figyeljétek, meghívlak az osztályomba. <hállt> Tehát most, ha erre rákattintotok, és elfogadjátok az invitálást, akkor ö, ö, az osztályom Tagjai közé kerültök, tehát a DTH 2021 osztályba bele fogtok kerülni, és akkor itt meg fognak jelenni a konkrét nevek már, tehát itt már az fog látszani, aki regisztrált. Tehát míg anonim volt eddig a játék, innentől kezdve már nem az, mert a, 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 a a diákság csak úgy tudja ezt használni, ezt a felületet, hogy be van regisztrálva. Tehát itt már most már tudjuk majd, hogy ki mit töltött ki. Ezért nem is mutatom tovább ezt a felület részt, mert itt majd mindjárt rengeteg uh, konkrét név fog megjelenni, és ezt inkább nem mutatnám publikusan. Akárhány osztály hozható létre, ebben is előnyösebb a megoldás a Kahoot-hoz, képest, ahol csak egyet lehet létrehozni. E, és e, hát jó, jó sokan elférnek benne, úgyhogy azzal nem lesz probléma. E, és mutatom, hogy ha visszamegyek, és a My Library-ből még e, kiválasztok egy, ezt a családi kört, akkor én ezt most kiadom házi feladatnak, mutatom, hogy ez hogy történik. Tehát most nem a, jó, a baloldali start Live start a life quiz gombot nyomom meg, tehát nem ezt, hanem ezt a jobb oldalit. Tehát most házi feladatot adok, ez egy aszinkron helyzet lesz, tehát nem egyszerre fogjuk töltögetni. Ha valakinek van uh, uh, előfizetése, tehát ez a szuper, ott uh, elég Hosszasan tudja beállítgatni a határidőket. Itt viszonylag kevés lehetőségem van, látszik a naptárból, hogy meddig engedi beállítani a határidőt. De maradjunk abban, hogy április 9-e péntek este 8 óra 15-ig kell megcsinálni ezt a feladatot, és itt uh, ugye be kell állítanom, mielőtt még az Assign gombot megnyomom, be kell állítanom, hogy melyik osztályról gondoltam én, és itt van a DTH 2021 uh, osztály, sőt, ha, ha, ha az osztályon belül bizonyos diákoknak akarom kiadni, akkor itt még választatok neveket is. És ide be kell írni, hogy uh, Házi feladat, arany, erős. Így már fogjuk tudni, hogy ki töltötte ki. Amíg az elő, előző esetben, amikor játszottunk, akkor nem pontosan tudtuk, hogy ki kicsoda. Meg szoktam kérdezni, hogy ki, ki volt ez és ez, és akkor megmondják. Ugye, hogyha pedig nem mondják meg, vagy hatan jelzik, hogy ők azok, akkor ott már úgyis egyéb pedagógiai probléma van, az már nem a kvízisz problémája. Tehát legyen olyan a viszonyunk a gyerekekkel, hogy a fair play azért menjen. És beállítottam tehát ezt házi feladatnak, beállítottam az osztályt, és itt még több mindent be lehet állítani, például az, hogy mutassa-e a válaszokat, a végén mutassa, keres, Összekeverje a kérdéseket, összekeverje a válaszokat, ezeket beállítottam, hogy igen, vagy hát automatikusan még azt is be lehet állítani, hogy lejátszon e valamilyen játék, valamilyen zenét. És a mai utolsó témánk az, hogy szeretnénk-e, hogy mémet mutasson, és hát szeretnénk, én ezt a Harry Potteres mémet választottam ki. És akkor most, ugye, az azt jelenti, hogy a diákok, akik most már 30 vannak, eh, akkor így eh, megkapták ezt a feladatot. Házi feladatot egyébként nem csak így lehet adni, hanem ugye egyéb módon is, tehát ha nincs osztályunk, akkor is megy. De most ezt mutattam meg, mindjárt visszatérek a másikra. Itt ugye Tudom, nyomon tudom követni, hogyha valaki már kitöltötte, és hogyan töltötte ki, illetve a mém az egy nagyon aranyos, formatív értékelő eszköz ebben a kvízvilágban, mindjárt megmutatom, de hogyha visszamegyek a kvízeim közé, és mondjuk uh, itt van mondjuk egy ez a Petőfi Sándor, és ezt szeretném fel, uh, házi feladatnak adni akkor ugye rákattintok erre az Assign Homework-re, ugye akkor most nem választok osztályt, csak megnyomom ezt a lila gombot, akkor ugye generálódik egy, egy kód, meg generálódik egy link. Tehát látszik, hogy Google tanterembe, Teams-be, még Twitterre is ki lehet tenni. És itt van egy link, ha ezt kimásolom és elküldöm a gyerekeknek, az is működik, vagy ezt. Szóval nem kell, hogy osztályunk legyen ahhoz, hogy házi feladatnak adjunk kvízt. A kvízt fogjuk fel inkább egy játékos Foglalkozásnak, és egy olyan lehetőségnek, amikor mindenki maga visszajelzést kaphat a tudásáról, amikor egy kicsit együtt játszunk a, a témakörrel, és nem annyira a, a nagyon erős, kiélezett versengés fontos, és főleg meg kell előzni, hogy a versengés során esetleg sértő helyzet alakuljon ki valakire, aki mondjuk esetleg lehet, hogy csak egy pár másodperccel maradt el a többiektől. És hát a, 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 a legaranyosabb kérdés az a mémek. Baloldalon a menüben, ugye, ha lejjebb megyünk, most a reportsnál vagyunk éppen, itt van a classes, a settings, a beállítás, és, és alatta pedig ott van ez, hogy memes, vagyis memes. A meme az tulajdonképpen, hát ismerjük, egy ilyen általában vicces kép, amin van valami rövid szöveg. És hát úgy működik ez a mém, hogy készítünk ilyen mémképeket, többet, és készítünk pozitívat, meg negatívat. Tehát, hogyha a házi feladatnál helyes válasz lett, valamelyikre helyes volt a válasz, akkor ugye egy valami pozitív mém fog megjelenni. Mutatom ezt a kettőt, amiket én készítettem. Ugye itt vannak a Harry Potterből tanárok, meg egy nem tanár, a Molly Weasley, és mindegyiknek a saját stílusában írtam egy pár szót, tehát hogy mit mondana, hogyha látná, hogy ügyesen válaszoltunk a kérdésre. Tehát nem tudom, Piton professzor azt mondta, hogy biztos sok töklevet itt áll. És hogyha megnézzük itt, ezek voltak a korrekt mémek, és ezek az inkorrekt mémek, ugyanezek az arcok, egy kicsit szigorúbb kinézettel, ugye, már valami mást mondanak, hogy többet kell Tandra tanulni például, ami a kémia, ugye, és vagy egye meg a cickány. Tehát így egy, ez egy ilyen jó kis, egyszerű, mím összeállítás. Mindenki készítheti ilyet, tehát készíteni nagyon könnyű. Kép kell hozzá, meg a szöveget kell kitalálni, adja magát. Tehát, a, ha megnyomom ezt a plusz jelet, itt látszik, feltöltök egy képet, és akkor ide kerül a kép, és utána beírom a szöveget, majd elnevezem, és megvan. És az elkészült mémeket, bizony, lehet nem csak szerkeszteni, hanem meg is lehet osztani egymással. Például én most az itt jelenlevőknek megosztom ezt a Harry Potteres mém gyűjteményemet, és ha valaki rákattint, és a duplikálás gombra kattint, akkor mostantól neki is meg lesz ez a mémje. Azért jó saját mémet használni, mert a a, a beépített angol nyelvű mémek nem olyan viccesek, meg nem olyan nem olyan uh, személyesek. Mutatok még egy másik uh, mémet is, vagy mém csoportot, aminek az a neve, hogy tudomémek. Itt uh, ugyanez a stílus van, csak itt tudósok vannak, és nem tudom én, Einstein azt mondja, hogy relatív jó válasz, uh, uh, Avogadro azt mondja, hogy gratulálok, ez nagy szám, vagy Mengyelejev azt mondja, hogy ebben van a rendszer, és ugyanezek az emberek egy kicsit morcosabb arccal pedig ö, ö, mást mondanak, hogy nem túl vonzó, vagy több c mint kell lenned, stb. 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 És hogyha valaki ezt is szeretné használni, akkor íme, ezt is megosztom szívesen. A duplikálás gombra kell kattintani, és akkor tudjátok meg fog jelenni mindig az alján, a, 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 mikor kiosztod a házi feladatnak szánt Quiz akkor az alján, tehát erre még egyszer így rámutatok, tehát itt a családi kör, ugye, a homework, a megfelelő gomb, és akkor itt az egészen az alján, itt vannak a mémek, vagy véletlenszerűen kap, de az nem lesz jó, itt van az elején, ez a kettő, ami az én uh, mémem, és ezeket választottam ki. Ezek meg ilyen általános mémek. Nagyon jó dolog egymásnak mémeket megosztani, mert uh, nagyon ügyesek is uh, vannak közöttük, úgyhogy uh, elég jó. Ajánlom nagyon ezt az alkalmazást, ingyen van, nagyon sokat tud, uh, inkább talán játékos, uh, Formatív értékelésre, de természetesen, ha nagyon fontos, akkor lehet használni arra is, hogy a végén jegy kerekedjen belőle, de itt a játékosságon sokkal nagyobb hangsúly van, és ebben nagyon sok potenciál van ráadásul nagyon ajánlom, hogy együtt dolgozzunk kollégákkal, osszuk meg a kvízeket, a mémeket egymással, és építsük így tovább a magyar nyelvű kvízek sokaságát. Árérték arányban, tehát ha azt nézzük, hogy mennyire kell itt esetleg előfizetésben gondolkodni, azt gondolom, hogy nem kell, elég sok mindent tud ez az egész program. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, mert hát természetesen fejlődnek ezek az alkalmazások, jelen pillanatban a leg, egyik legerősebb, legtöbbet tudó alkalmazások víziz, és jó szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!